Több mint 102%-kal nőtt 8 év alatt 2010 és 2019 között a minimálbér bruttó összege, vagyis papíron 73.500 helyett idén már 149.000 forintot kapott az a nagyjából 800.000 magyar munkavállaló, akik az adható legalacsonyabb bérért dolgoznak. Csak hogy az érintettek mégsem visznek haza kétszer annyit, mint 2010-ben. Ennek az az oka, hogy a kormány időközben eltörölte a minimálbér adómentességét, így a korábban közel azonos összegű bruttó és nettó minimálbér összege között komoly különbség lett. Azóta nincs olyan sávhatár, ami azt mondjuk, hogy adómentes, és ez azt is jelenti, hogy bár folyamatosan emelkednek a bruttó bérek, a minimál bér az gyakorlatilag nem tud olyan mértékben emelkedni, bár azért emelkedik az is. A nettó minimálbér egészen pontosan 2010 és 2019 között csak 64,5%-kal 60.235 forintról 99.085 forintra emelkedett. A bruttó összegnek tehát jóval nagyobb része marad az államnál 2019-re, mint 2010-ben.